A Mosolygós Gyermekekért Alapítvány nagylelkű támogatóival immár 11. alkalommal rendezte meg a szegénység elleni küzdelem világnapján azt a gyűjtést, mely a rászorulók téli ellátásához járul hozzá. Minden évben a szegénység elleni küzdelem világnapja alkalmából október 17-én megrendezünk egy gyűjtést a városban, az oktatási intézmények keretén belül, meg nagyobb cégek felajánlásaiból dolgozunk valójában. A Családsegítő Központ újvárosi épületében található úgynevezett krízis kamrában nagyon sok adomány összegyűlt. Nagyon jó sikeres volt az idei programunk, nagyon sok óvodából, iskolából érkezett tartós élelmiszer, lisztcukor, ami a rászorulóknak a tél víz idején nagy segítséget jelent akkor, amikor már kiürül otthon a kamra. A szervezők természetesen egész télen továbbra is várják az adományokat. Elfogadjuk, nagyon szívesen várjuk ide a Családsegítő Szolgálat Platántér 10 szám alatti irodájába. Tartós élelmiszert, tisztálkodási szereket, cukrot, lisztet, olyanokat, ami nem hűtőbe való valójában. Szegénység elleni küzdelem világnapja alkalmából a programot, a gyűjtést, azt a Mosolygós Gyerekekért Alapítvánnyal együttműködve valósítjuk meg minden évben, és ez nagy segítséget jelent, mert az alapítványnak vannak olyan támogatói, külsős támogatói, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az év folyamán több alkalommal tudjunk a kríziskamrába 10-20 kiló cukrot megvásárolni. A Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti Központnak a családgondozói azok, akik nap mint nap találkoznak a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekekkel, és ők azok, akiknek révén el lehet juttatni az adományokat a családokhoz.